A maszk viseléssel védekezünk, illetve próbáljuk minimalizálni azt, hogy mennyit találkozunk ismeretlenekkel, illetve a tömegközlekedést próbálom én is minimalizálni. A vakcinával kapcsolatban még ugye nincsenek pontos információk, úgyhogy ezzel még én úgy vagyok vele, hogy várunk, és meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és hogy hogyan alakulnak ezek a dolgok. Hát azért érdekelne, mert szeretném ugye elkerülni a betegséget. Az, hogy mikor és miért, ugye azért olvasok és utána nézek, hogy mit adatok majd be magamnak. Influenzából kiindulva elméletileg azért oltatja be magát az ember, hogy kisebb károkkal essen túl a betegségen, úgyhogy bízom benne, hogy jó lesz. Én például edzőterembe is rendszeresen jártam, és egyszerűen annyi mindentől elvágták az embereket, szabadidős foglalkozások, edzések, kávézások, étterembe elmenni, nyaralni, vagyis wellnesselni, tehát egyszerűen szerintem nagyon korlátozva lettünk így, és ezért lenne, hogyha már lenne tényleg egy védőoltás, amivel végre kilábalhatunk ebből a szörnyű helyzetből. Jó lenne, hogyha vége lenne ennek a vírusnak, igen, hát érdekelne, igen, mert idős vagyok. Igen, 63 éves vagyok, érdekelne, igen. Igen, beteges, krónikus beteg, és érdekelne, igen. Fontosnak tartom, ha majd lehetőség lesz rá, hát most egyelőre nem abban a korosztályban vagyok, akiknek ígérik. De amikor időszerű lesz, akkor igen.